Evert? Úgy? Néznek? Mennyit? Egyet? Kettőt. Készülnek a hétvégére az Agárdi Popstrandon. Várhatóan ugyanis szombaton megnyit a jégpálya. A melegedő és a stég már készen áll a korcsolyázó fogadására. 2012. február 1. Agárdi Popstrand jégpálya megnyit. A jég azonban egyelőre nem alkalmas sportolásra. Agárdon a part mentén jelenleg 7 cm-es a vastagsága. Turbók János azonban bízik abban, hogy hétvégére a duplájára duzzad a jég, és elkezdődhet a Popstrand 34. téli szezonja. Várjuk életkortól függetlenül a fiatalos életmódot és életvitelt gyakorló családokat. Agárdon, ahogy az elmúlt években is, zenével, fakutyakölcsönzéssel, melegedővel és büfével várják majd a vendégeket. Tükörsima a jég a velencei tavon, a vastagság azonban sportolásra egyelőre nem alkalmas, ha az idő is úgy gondolja, akkor szombaton megnyit az Agárdi Popstrand jégpályája. A rendőrség a napokban nagy hangsúlyt fektet a tópart ellenőrzésére, és ha valaki a tiltó táblák ellenére is a jégre lép, figyelmeztetik az életveszélyre. Megfelelő jégvastagság esetén is kockázatos azonban a nádasok közelébe, vagy a kikötőkhöz merészkedni. Elsődlegesen figyelmeztetünk, tehát nem a büntetés a célunk, figyelmeztetjük az embereket, hogy jöjjenek ki, főleg azokban az időszakokban, amikor nem kellően vastag a jég. A vízügyi igazgatóság megerősítette, hogy várhatóan szombaton birtokba vehetik a velencei tavat a téli sportok szerelmesei. A szervezet vezetője úgy véli, hogy a hétvégén a nádaratás is elkezdődhet, és ha a meteorológusok előrejelzése beigazolódik, akkor hosszú évek óta először akár 300 hektár nádat is le tudnak vágni. Mind a haszon, mind a vízminőségi nádaratás elindult. A parti területeken, illetve a szárazföldi részeken már végeztek a nádaratok, és itt akkor megálltunk egy kis helyen, hiszen nem volt tartós jég. Dr. Csonki István azt is elmondta, hogy ha marad a hideg idő és hó sem szigeteli a tavat, akkor naponta akár 1 cm-rel is terebélyesedhet a jég vastagsága. És mivel a víz szinte teljes egészében befagyott, a közelgő szélviharok sem törik össze a jégpáncélt.